üdvözletem. Hát az a ritka pillanat van, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjük el, úgyhogy mondom a neveket. Konon Péter. Jó estét kívánok. Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok. Börzse Sándor. Jó estét kívánok. Én pedig továbbra is Dévény István vagyok. Na szóval, talán kezdjük magunkkal, jó? Ott vagyunk, hogy tavaly augusztus 1-jénél vagyunk, és a Valaton Security közéleti műsorokért felelős kidobó embere közli velünk a Hír TV bejáratánál, hogy nem lesz szabadfogás, és György Zsombor, a Magyar Hang főszerkesztője pedig oda lép hozzánk, és felajánlja, hogy próbáljunk megcsinálni este valamit. Ebből lett ugye a kötött fogás nulladik adása, nevezzük így. Hogy ez azért kell talán elmondani most, sokszor, hogy nem annyira egyértelmű, én úgy veszem észre kifelé, hogy ki vagyunk, na, de az teljesen egyértelmű, hogy ki vagyunk, hogy kik vagyunk, meg mit csinálunk, meg hogyan csináljuk, hogy ugye az történt velünk, hogy voltunk néhányan, akiket összesodort a média történelem, egy műsorba szerepeltünk, ahova ráadásul úgy lettünk összeválogatva, hogy olyan emberek jöjjenek, akik nem értenek egyet. Tehát bennünk az a közös, hogy nem, nincs bennünk sok közös. Elvileg. Ezért kerültünk össze egy műsorba. Ugye az volt az alapkoncepció, hogy szélső baltól, szélső jobbig, aki akkor még nem te voltál, hanem Gaudi Nagy, fedjük le a politikai palettát, ami végülis az első adásnál megbukott, a szabadfogásnál, mert hogy a Fidesz azon a bojkotot hirdetett, és nem is tudtunk rendes, igazi fideszeseket a műsorba hívni, most a rendes, igazi alatt a NER-hez nagyon közeli figurákat értek. És szerintem ez azért érdemes erről egy kicsit beszélni, vagy próbálj meg beszélgetni, mert hogy kifelé mi egy ilyen egységes produkció vagyunk, ugye a csapat, de közben meg társadalmi munkában hetente egyszer összeülünk beszélgetni, annak apropóján, hogy egyszer régen egy másik műsorban együtt szerepeltünk. Jól mondtam? Jó. Vagy már ti is elvesztettétek a fonalat. Annyit még ehhez, hogy én amikor például elmentem az első szabadfogás forgatásra, akkor engem az egyik hozzáértő ismerősöm azzal engedett el, hogy hú, Konok Péter, az nagyon kemény lesz, mert hogy szerintem most már ezt is elfelejtettük, ugye most a nagy ellenzéki egymás felé simulás idején, hogy annak idején az, hogy Konok Péter leült akár a Gaudi Naggyal, akár a Pörzse Sándorral, és viszont, hogy a Pörzse Sándor leült mondjuk a Konok Péterrel, és még ilyen relációkat lehetne a szabadfogás eredeti csapatából össze-vissza hozni, vagy hogy például a Bogdán Laci leült veled. Szóval össze-vissza vannak ezek a kis kapcsolódások. Az nagy dolognak számított. Tehát hogy annak volt egy ilyen sodrás, hogy na hát, ezek az emberek összeültek együtt vitázni, és azt én annak idején mindig el is mondtam a műsor elején, hogy nekünk ez a küldetésünk, hogy megmutassuk, hogy igenis le lehet ülni egy asztalhoz vitázni egymással. Na most ez jó kis monológ volt. Igen, tudom, ezt a napirendet te azért találtad ki különben, hogy beszéljünk magunkra, hogy végre jó hosszasan tudjál beszélni. Hát, hogy konzultáltam... Ki akartam próbálni, hogy milyen Csintalan Sándornak lenni. Jó, hát én ebben mutáns vagyok. Végül is én úgy keveredtem bele, hogy már nem volt kit behívni, tehát én nem vagyok ilyen alapító atya ebben a históriában, hanem kényszer megoldás voltam egyrészt. Másrészt azt akartam elmesélni, hogy milyen édes volt, amikor Kócz Ján viszont eljátszotta a vitatkozó fideszest. Emlékeztek rá? Majd soha többet nem volt. Egyetlen egyszer. Jó, de egyszer eljött és megmutatta, hogy mondjuk milyen lehet. Ő egyébként ebben tényleg egy vállalt szerepet produkált. Mert azért, aki ismeri a Kócosnak a gondolkodásmódját és a világnézetét, hát ő nem egy kifejezett fidesznyik vagy NER. Na Péter, most jó kitoltam veled. Nem kifejezetten NER kompatibilis személy, de bemutatta, hogy ha mondjuk volna a NER-ben vitatkozó készség, vagy fantázia, vagy mondjuk meg is akarnának valamiről győzni, nem csak legyőzni óhajtanának, és nem csak háborús terminológiában, de mondjuk adott esetben racionális gondolkodással, vagy megfontolással, vagy stratégiával közelítenének egy-egy ilyen beszélgetéshez, vagy bármely más beszélgetéshez a lakossággal, szélesebb értelemben, vagy a választópolgárokkal, az hogy kéne csinálni. Tehát egy ilyen azért volt. És milyen jó kis műsor volt. De, igen. Hívtam nemrég egyébként a Péter, csak mondta, hogy most nem nagyon van erre energiája. Igen. Hát se előtte, se azóta. Azon kívül meg
Én most nem nagyon érzem ennek különösképpen az aktualitását. Szerintem, aki nézte vagy követte ezt a műsort, annak valaminek le kellett jönni arról, hogy keveredtünk. De bocsánatot kérek, ugye hogy én is beszéljek magamról egy kicsikét. Az első adásban részt se vettem, mert a műsor után én azonnal elmentem a barátaimmal a kocsmába, és rettentően berúgtunk. Már nem veletek. Azokkal a barátaimmal. A kötőfogás nulladik adása. Igen, a kötőfogás nulladik adásában, mert hát így nem volt érkezésem, meg arra gondoltam, hogy De telefonon belettél kapcsolva. Jó, de nem ezek szerint. Jobb lett volna, nem, de. Na szóval, csóka, meg vagyunk. És egyébként hogy vitatkoznak mellett, Pista. Na. Ez nem társadalmi munka. Annál is jobb. Hát szerintem igen. Tehát úgy gondolom, hogy itt mindenkinek van mondani valója a hazának. És azért jövünk össze, mert fontosnak tartjuk, túl azon, hogy van bennünk némi narcizmus, némi magamutogatási vágy, hát hogy ne lenne. És én azt a folyamatot meg egyébként, ahogy kialakult baromira másképpen gondolkodó emberek között a gondolkodás készsége, meg képessége, vagy a közös gondolkodás, vagy a vita készsége és képessége, én azt egy hallatlan nagy élmény. És éppen ezért egyébként már szeretnének itt is akkor nyilvánosság előtt is biztatni, meg a kedves közönség egy jelentős részét. Értsék már meg, hogy a NER-en kívül is van a világ. És a NER nem arra épül, nem diskurzusra épül, nem beszélgetésre épül. Nem mi döntöttük el, hogy nem beszélgetünk a NER-vel, hölgyeim és uraim, ők döntötték el, a NER döntötte el, hogy nincs diskurzus. Csak letoljuk az információt a másiknak a torkán, az pont. Most akkor... Mit akarsz, Pisti? Hát azt, hogy még fel kell nőnöm a hosszan beszélés feladatához. Jó, hát nője föl. Az a vicc, hogy így a kötöttfogást megelőzően, ugye volt az ATV-n ez a Hírvita nevű műsor, ahol viszont igenis lehetett, hát vitatkozni talán nem, tehát a diskurzus értelmében nem feltétlenül, de ugye volt, az én elég sokszor voltam ott is, ahol két ember, ugye egy műsorvezetővel, viszont lehetőleg azért a két különféle táborból, vagy két különféle oldalról vitatkozzon. Hát veled is voltam Hírvitán. Én nem tudom, azok egyébként általában ilyen keményebben belemenős műsorok voltak, de ott is bizonyos emberekről kiderült, hogy lehet velük beszélni, bizonyos emberekről nem derült ki semmi, mert nem emberként voltak jelen, most nem úgy értem, hogy dehumanizálva, hanem igazából a NER-t mondták vissza, vagy mondták fel. És amikor így ez az egész szabadfogás koncepcióval én először találkoztam, ha megkérdezték, hogy ebben részt akarok venni, akkor egy kicsit ez volt bennem, hogy érdekes mondani, hogyha többen ülünk az asztalnál, talán ebből valami izgalmasabb jön ki. Nekem egyébként baromira nem fűlött a fogam akkor talán még, de már akkor is Gaudi volt rögtön így az elején így a jobbról behozva. Megmondom őszintén, én láthatatlanban Sanyit is úgy utáltam, mint a szart. Szóval voltak bizonyos fenntartásaim igazából. Én azért vállaltam el, mert egyrészt a Vahont én nagyon kedveltem így művészként, meg egyáltalán csak baromi izgalmas személyiségnek tartottam, meg hogy valóban hát próbáljuk meg, üljünk le, beszéljünk. Meg egyetlen olyan dolog volt ezzel kapcsolatban, amit azóta is tartok, és amit egész életemben igyekeztem tartani, és csak tévedésből sikerült néha belemennem az ellenkezőjébe, hogy aktív politikussal én nem ülök rá vitatkozni, tehát olyannal, aki adott esetben egy parlamenti struktúrában ül és működik, mert úgy gondolom, hogy nem vele fogok vitatkozni, hanem azzal a politikával, amit képvisel, már pedig arra szerintem ezek nem fórumok. És az, hogy le tudunk ülni mondjuk a Sanyival, már a Pörzse Sanyival egymással beszélni, vagy elég sok furcsa reláció akadt itt, az pont azért van, mert oké, lehet, egy csomó dolgot nem gondolunk egyformán, sőt, szinte semmit. Nem, ez semmi teljesen igaz egyébként, mert néha meglepő dolgok jönnek ki, hogy miről gondolkodunk hasonlóan, mert hogy ugye emberek vagyunk, állampolgárok vagyunk, ha úgy tetszik, elégedetlenek vagyunk, dühösek vagyunk, ebben az esetben persze politizálunk, a politizálás az valójában nem más, mint maga a társadalmi létünknek valamilyen megélése, de nincs rá az a fajta rezsink, hogy hatalmi szituációból, vagy kvázi hatalmi szituációból, mint szerintem az ellenzék van,
próbálunk politikákat megszabni. Igen, megbeszéltük, egy kocsmába is leülök én akárkivel vitatkozni, és ez valahol, nem degradáló értelemben mondom, ez valahol egy virtuális kocsmaasztal. Én mindig sajnáltam egyébként, hogy néha nem hajthatunk le egy pálinkát, vagy egy sört kirakhatnánk magunknak. Az egy másik műsor. Tudom, hogy másik műsorban, nem azt mondom, hogy lerészegedni, de hogy az egésznek van egy olyan hangulata, hogy akivel, bárkivel le lehet ülni, tulajdonképpen bárkivel le lehet ülni, ez nem arról szól, hogy mit gondolt valaki 20 éve, hanem per pillanat arról szól, hogy mit gondol most, mi az, amiről tudunk beszélni, vitázni, hogy ennek van valami relevanciája mások számára is, az tök jó, de lehet, hogy csak minket szórakoztat. Nekem meg az jutott az eszembe, amikor a kötött fogás, ez, mármint ez a formája elindult, hogy én közel 20 évvel ezelőtt ültem hasonló asztalnál, hát más emberekkel, Bencsik, András, Bajer Zsolt, megboldogult Lovas Pista, nem emlékszem még Siklósi Bea talán, így váltottuk egymást, és gyakorlatilag egy sajtóklub címmel, akkor ugye akkori MSZP-t és SZDSZ-t gyűlöltük teri torokból, és minden erőnkkel azon dolgoztunk, hogy valamikor a közeljövőben, már az akkori közeljövőben Orbán Viktor legyen a miniszterelnök. És akkor úgy gondoltam, akkor még kifejezetten úgy gondoltam, hogy ennek a túloldali szekértábornak egyetlen egy résztvevőjével soha az életemben nem fogok leülni semmilyen módon egy fél mondatot váltani is. Aztán eltelt 20 év, ezek az emberek nem szó szerint, mert ezek az emberek közül talán csak a Bayer mondott rólam rosszat, de mindenféle hazugságokat, meg kígyót, békát nyomnak az emberre, és most megint ugyanitt ülök, és most azon dolgozunk a magunk módján, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, teljesen érdekes. Egyébként pedig, amikor ide ebbe a műsorba, a szabadfogásba bekerültem, akkor azért jöttem, hogy legalább legyen egyetlen egy hang, ami a Jobbiknak bármilyen üzenetét képes átvinni, akkor ezt megbeszéltem a Vonával, megmondom őszintén, nem volt hozzá kedvem jönni. És akkor ő kifejezetten kért, hogy jöjjek, mert ugye annyira el voltunk zárva a sajtótól, hogy ez jót tett. És személyesen pedig annyit profitáltam belőle, amire a Péter is utalt. Teljesen megszűnt bennem ez a 20 évvel ezelőtti érzés, bármint hogy semmilyen módon nem lehet leülni az ellenséges szekértábor résztvevőivel. Mert tanultam a Pétertől, tanultam a Csintalan Sanyitól, sok mindenben továbbra sem értünk egyet, különösen a múltat egész másképp látjuk. De én így közel 60 évesen is tudtam tanulni, és talán még a jellemem is fejlődött abban a tekintetben, hogy már nem mondanék olyanokat, amiket régen mondtam, de lehet, hogy a túloldalon is van némi igazság. És ez szerintem, ha mindenki így működne, nem csak a magyar sajtóban, hanem a magyar politikában is szerintem minden könnyebb lenne. Na most egy mondatot, egy megjegyzést, hogy hagyd tegyek még hozzá, ami nagyon fontos szerintem, mert hogy ugye van ez a kérdés, hogy tudunk-e a nevvel beszélni, vagy nem. Azt azért észre kell venni, és én annak idején aggódtam is emiatt, sőt veszekedtem elég sokat, amikor kitalálta a Fidesz, hogy nem megy be az ATV-be, pontosabban a napkeltébe, a gyárfaszfőtel napkeltébe, mert hogy ők oda nem mennek. És nem, akkor nem volt a jövőre nézve rossz érzésem, de minden esetre azt határozottan állítottam, hogy ebből baj lesz, pontosabban volt rossz érzésem, de nem politikai értelemben, hanem hogy akik nem vesznek részt vitába, azok elfelejtik, elveszítik azt a készségüket és képességüket, hogy egy másik emberre, vagy egy másik gondolatra, miközben mindenki állítólag a nemzet érdekében politizál, gondolatára odafigyeljenek. És hogy olyan politikusokat fog ez termelni, és olyan politikai szereplőket mondjuk a Fidesz köreiben, akik aztán eleve nem is rendelkeznek azzal a képességgel, hogy meghalljanak mást, mint a vezér parancsát. És hát sajnos ez idáig fajult, és fog ez még egyébként még jobban fajulni. Csak hát amit te hibának látsz, a szemmel láthatólag stratégia volt. Igen, tehát hát akkor ez volt a cél. Na, most akkor jól körbe ünnepeltük magunkat meg egymást. Akkor elmondom, hogy miért hoztam én be ezt a témát. Na. Azért hoztam be ezt a témát, mert hogy ugye tegnap engem is, meg még néhány kollégát megkerestek a kormány médiától, hogy Pörzse Sándorról kiderült mindenféle dolog, hanem régi felvételeket kerültek elő, és a Főhős című műsor, hát igen, egy újabb főhősünk van a csapatban, tehát hogy a Főhős című műsorban bejátszottak jó néhány régi felvételt, és hogy ezek után vállalható-e az, hogy Pörzse Sándor tagja a produkciónak.
És azért gondoltam, hogy ezt mondjuk el, hogy nem tudom, mik vagyunk. Én sem tudom megfogalmazni. Nem vagyunk produkció, nem vagyunk cég, nem vagyunk műsor, hanem per pillanat négy ember, aki, ha tud, akkor összeül egymással, vagy leül egymással beszélgetni. És ez egy nagyon furcsa helyzet, csak fel is írtam a Facebook oldalamra, és azon meg is botlott egy picit a kormánymédia, amikor odairányítottam őket, mert nem tudtak már ezzel utána mit kezdeni, mert milyen egyszer tudnak jelenteni, hogy oké, csak hát mi úgy vagyunk, hogy mi vagyunk a túlélői ennek az egész történetnek, ugye többen voltunk, de néhányaknak másfele kanyarodott a média szekere. Most mi négyen vagyunk, úgymond az alapcsapat, Szerzse Sándornak pont ugyanolyan joga van ebben a történetben részt venni, mint nekem, neked. Péternek. Én annyira élvezem, amikor a YouTube többé. Videók alatt ott sorjáznak a kommentek, hogy ezt, vagy azt, vagy mit mindegyikünk sorra kell, rúgjátok ki. Igen. Ki rúgja ki? Igen. Azért mondom, hogy ezt a furcsa szerveződést, ami kifele ilyen profi, hát az talán túlzás, de ilyen cégszerűnek, meg produkció, nem tudom, minek tűnik, de igazából tényleg az történik, hogy a közönség... Cégszerűnek tűnünk, ez nagyon rosszul hangzik. Hát mert adományt gyűjtünk a műsorra, mert tehát hogy úgy tűnik, mintha ez egy ilyen olajozottal, és nekem valahol úgy is működik. Nekem sosem mondták cégek, hogy adományt gyűjtenek tőle, mindig csak a villanyszámban. Jó, na, érted, mit akartam mondani. Na, de akkor itt meg is érkeztünk akkor a múlthoz, hogy ha már ez szóba került, ezt. Azért ehhez, amit most mondtál, egy megjegyzés vagy fűzés. Röviden, hát, igen. Öcsém, hát majd kirúgtak. Ugye? Hallgattassuk, ez egy csíntalat. A moderátornak semmi hatalma. A mi közönségünk, amely jelentős része szintén úgy van azért azzal, hogy csak azt nézi, vagy azt szereti nézni, ami velő egyetért. Ezért annyit mondjuk el, hogy a hírtelevízióban van egy olyan műsor, ahol jeles személyiségeket kitüntetett figyelemmel követnek, és mindenféleket összeállítanak dolgok, amely az ő felfogásuk szerint a lehető legelőnytelenebb módon prezentálja, mutatja be ezeket a baromi jeles személyiségeket, úgy, mint ugye a Sanyi, meg én magam is sorra kerültem, vagy volna. Te voltál az első, ne viccel. Na de, én voltam az első. Ráadásul az első főhős. Azt akartam mondani, hogy szeretnék mindenkit megnyugtatni, vélhetőleg az én barátaim, kollégáim, szakkollégáim működését és életútját én nem a Hírtelevízió főhős című műsorából követem. Hát a Sanyit is ismerem ezer éve. Volt egymással éppen elég bajunk, meg vitánk. Én nekem egymást kifejezem. Vitáztuk két különböző televízió élő műsoraiban. Na mindegy, szóval a dolognak az a lényege, drága barátaim, hogy kedves volt hírtévés kollégáim, akik oly sokat zokogtatok a vállamon sok esetben, és ma is szoktatok. No szóval azt tudom nektek mondani, hogy felelős állampolgárokkal van dolgotok itt, meg a kedves közönségnek is, akik úgy gondolják, hogy van némi hozzáfűzni valójuk ahhoz, ami itten a hadában történik, és egyébként fontosnak tartjuk, hogy meghallgassuk egymás véleményét. Tehát azért ez egy küldetés is. Önként magunkra vállalt küldetés, igen, ilyen nagyképű vagyok, önként magunkra vállaltuk ezt a küldetést, és szeretnénk, hogyha egyébként mások is részt vennének ebben. Pont. És akkor jöhet a pörzse blokk. Na, mi volt? Mit mondtak, Sanyi? Volt elég egy jó pár meredek rész egyébként, tehát tényleg jó gyűjtés olyan szempontból. Mondjad. Azt mondja, hogy ezt te mondtad. Két olyan kérdés van, amit nem lehet megkerülni. A hazai politika mégis megkerüli, pedig ez a két kérdés, ha nem oldódik meg, akkor már a közeljövőben nem lesz Magyarország. Ez a két kérdés. Az egyik a magyarországi cigány kérdés, a másik pedig a magyarországi zsidó kérdés. És? Hát cigány kérdést kell leindokolni? Igen. Szerintem nem kell. 2010-et írunk, vagy 2000... Látod, milyen kis lusta vagyok, azt nem írtam oda. Igen. Egyébként ezt maga Orbán Viktor mondta egy hírtévés ebédlőben lezajlott beszélgetésben, amikor ő meglátogatta az akkor, nem, Echo TV-s beszélgetésben, amit úgy kell érteni, hogy érteni kell. Tehát, hogyha nem magyarázzák el a lakosságnak azt 2010-ben, hogy esetleg nem igaz az, ami teljesen széles körben elterjedt a Gyurcsány érában, hogy több százezer izraeli állampolgár vár bebocsátásra, hogy Magyarországon letelepedjen. Ha nem cáfolják ezt tételesen, hogy nem igaz, akkor ebből óriási kérdés lesz. Mint ahogy ugye akkor lehetett hallani arról, hogy a klubbaligát akarják átalakítani, egy csomó, rengeteg pletyka volt, amelyekre, aki ebben a kultúrában, szubkultúrában élt, hát finoman fogalmazva is befogadó volt.
ez az a légkör volt. Akkor jött még az izraeli kémrepülőknek az ügye, ezek soha nem tisztázott ügyek voltak. Hát tényleg volt olyan is. Erre gondoltam nyilvánvalóan. A cigány kérdés az gyakorlatilag szerintem a mai napig is fönnáll. Az egészből egy dologra reagálok. Soha nem kampányoltam az MSZP-nek. Tehát az a gusztus, ezt meg is... Ja, az is benne voltam is, meg, régen, igen, ahogy igen, a tehát ugye akkor a Halmi Gábor féle rendezvényszervező céggel álltam kapcsolatban, többnyire 10-ből 9-szer sörfesztiválokon voltam én a hopmester, és akkor most jöjjön a padüdő, akkor most jöjjön a tombola, akkor most jöjjön a, mit tudom én, Komár Laci. Szóval ez így ment, és ez valami kerületi rendezvény volt a Liszt Ferenc téren, ahol följött a színpadra, és rövid beszélgetést folytattam a kerület akkori MSZP-s polgármesterével. És később valamelyik internetes portál előkukázott egy képet, amin úgy látszódom, hogy a háttérben egy MSZP logó ki van rakva a színpad fölé. Igen. Na ebből kerekedett mint az, hogy... Mint a mozgókép is lett volna, de most erre nem mindegy is. Ebből kerekedett az, hogy ez egy MSZP-s kampányrendezvény volt, nem is volt kampányidőszak egyébként, a nyáron volt, nyár közepén, vagy valahogy ilyenkor. Na mindegy, erre az egyre reagálok, az összes többi azért elég ócska volt. Én de azért, mert nem nézted meg a műsort, mert megnézted volna, akkor most tudnád, hogy mire kell reagálni. Én meg nem gyűjtöttem ki az egészet, mert nem fogom kiírni a Főhős című műsornak a teljes szövegét, de ott volt még egy jó pár. De mire reagáljak? Hát csináltam Orbán Viktorral is szilveszteri vagy karácsonyi nagy beszélgetést, egy órás volt. Hát ez a balettos fiú, hogyha vette volna a fáradtságot, na ez összezavarta volna a népet, hogy akkor még ráadásul, mivel óriási Orbán fan voltam, hát bizony egyetlen egy kellemetlen kérdést nem tettem föl neki. De ugyanez elmondható lenne, vagy Ildikóval is csináltam a Balaton TV-n beszélgetést, akkor a producer Somogyi G. Gyuri, megboldogult Somogyi G. Gyuri kívánságára egyetlen egy kényelmetlen kérdést nem tettem föl lenne, vagy Ildikónak. Köves Lomóval is csináltam beszélgetést hírtévés koromban, és bizony mindenféle fölösleges dologról beszéltünk, már nem emlékszem, hogy mi volt az apropója. Egyáltalán a magyarországi zsidóság kérdése igen komolyan nem merült föl. Szóval Torockai László, hogy most ezt a balettos fiúnak mondom, Torockai László még a lakásomon is volt. Én főztem neki, meg Budaházi Györgynek, és beszélgettem velük. Ez a német szilárdos, hogy régi szép idő. Képzeld ezt el, főztem nekik, és akkor az akkori beszélgetés, mert hogy nem ismertem őket igazából, akkor egy ilyen beszélgetés volt, akkor hallottam az ő nézeteiket ahhoz képest, hogy mit gondolnak a társadalomról, meg a jövőről. Hát Konok jelenthetne nekik anarchista szempontból, ezt most komolyan mondom. Úgy, ezt azért annyira nem hiszem. Jó, igen. Szóval itt tudnék még olyanokat mondani, ami miatt ez még szardobálásnak is szar volt, szerintem. Nem, egyébként ez pont az a probléma, szerintem most nem megyek bele magába a témába, baromira nem értünk egyet se abban, hogy létezik egyáltalán cigánykérdés vagy zsidókérdés ebben a formában, ahogy te beszéltél róla is, ahogy részben egyébként most is ezt értelmezett, tehát ebben a kontextusban. Csak könyörgöm, mindez azért egy ilyen figyelsz nyalonc médiától. Tehát mindez attól a pártól, amelyik egyébként gúnytűz és hasznot hajt a cigányságból, abból, amilyen helyzetbe tartják őket némileg mesterségesen, némileg meg ugye ellopva az összes pénzt, aki tulajdonképpen kihasználja a zsidóknak a zsidóságát, kihasználja az izrael pártiságot, kihasználja a cionizmust, kihasználja az antiszemitizmust, mint vádat, ugyanakkor gerjeszt antiszemitizmust, ugyanez az anticiganizmussal, most ezek beszélnek. Ezek. És pont arról van szó, rohadtul nem értünk szerintem egyet ezekben a dolgokban, valószínűleg tényleg soha nem is fogunk egyet érteni, és még csak nagyon közelíteni sem tudnak egymást az álláspontjaink, de pont az, hogy megbeszéljük, megvitatjuk, vitatkozunk róla. A Fidesszel nincs mit vitatkozni. Ők is így vannak vele, hogy velünk nincs mit vitatkozni egyébként. Bennük még a szándék se volt meg. Ez már rég nem párbeszéd ebben a társadalomban. Ezek, ha úgy tetszik, fegyverek. Ezek ilyen kalapácsok, pörölyök vagy bunkók, amivel így megpróbálnak csapkodni, mert ők alapvetően a csapkodáshoz értenek. Ezt látszik egyébként, akiket most odaraknak. Nézzük, a Petőfi Irodalmi Múzeum élére kitraktak. Mihez ért a csávó? Kalapács. Kalapáccsal majd eltöröm az ujját annak, aki rosszat írt rólam. Ez a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója mondta. Ugye
ízlelgessük a szót, Petőfi, az még belefér, az is ilyen ivós, meg verekedős ember volt, de irodalmi múzeum igazgató. Verekedős ember volt Petőfi. Hát figyelj, alföldi kocsmában azért sok minden előfordult. Na akkor kell semmit mondani, kurvára nem érdekel, hogy mit csinálnak a Hír TV-ben, hát kész. Ez nem az EQ-ban volt Hír TV? És azon kívül, ez a Hír TV-ben volt, és nagyon sajnálom félét és nagyon. Végtelenül sajnálom. Mindeszösen arra van tartva, elég nagy kínban vannak, tudjuk, hogy központi hírelosztás van, mi az Isten, nem tudom, hol van most az Echo TV, az Angol utcában, ott mondják meg, megadják át azokat az anyagokat, meg kell próbálni kreatívnak lenni, és akkor a kreativitás annyiban tud kimerülni, hogy egyébként bizonyos értelemben közismert tényeket most ott összeraknak, és akkor fölteszik azt a kérdést, hogy hogy jön ő ahhoz, hogy egyáltalán megszólaljon. Hát úgy például, hogy egy csomó dologban azzal együtt, hogy volna most is mind vitatkozni, egy csomó dologban változott a Sándornak az álláspontja. És hogyha arra van remény, hogy diskurzus alapon, mert hogy azért az a jó dolog, amíg a politika csak szó, mert egyébként a politikának van egy másik eszköze, a fizikai erőszak. Tehát két eszköze van úgy alapvetően, amíg tudunk egymásra beszélni. És hogyha valaki képes a reflexív viszony, vagy önkritikai viszony kialakítani azzal kapcsolatban, amit 60-valahány év alatt egyébként művelt, vagy csinált, vagy elkövetett, különös tekintette arra az el nem hanyagolható tényre, hogy a politika legfontosabb aktorai folyamatosan, hát gondoljatok az elmúlt 30 évben, mi minden történt másképpen azért, hát olyan dolgok történtek meg itt, nekem ez a kedvenc például, amikor a Trumpot megválasztották elnöknek, boldogok voltak a cionisták, és boldogok voltak a fiatal szemiták, és mindenki őrült módon ünnepelt. Azon kívül meg az a helyzet, igen, én erre emlékszem, amikor megboldogult Csurka Pista bácsi a Magyar Fórumban, teleszarta az egész országot azzal, hogy jönnek százezrével a zsidók, és hogy itt most el fogják foglalni, mert hogy az édes magyar hazánk édes magyar vizére aspirálnak, és a többi. Én egy csodálkozva néztem, és azt is csodálkozva volt szerencsém szemlélni, hogy miközben összement a világ, hogy az emberek egy jelentős részét beszopja, és ebből lehet politikát csinálni. Ámultam és bámultam. De ugyanakkor meg az is tény, hogy most meg pregnánsan leírtad ezt a helyzetet, hogy a mi miniszterelnökünk is az ő politikája. Hát olyan szinten, ők, akik annak idején azt mondták, azzal az ígérettel jöttek, hogy túllépik ezt a népi urbánus dolgot, ugye, ami azért a zsidózás, hogy is mondjam, magyarra fordított, vagy eufémizált megközelítése. Hát aztán most tényleg megint olyan zsidó ügyet csinált Magyarországon, ebből a történetből, miközben ő hirdeti nagyon keményen az antiszemita politikát, ugye ha minden igaz, akkor most a rendőrségen és az iskolában is. Én örülök neki, de csak a visszájára ne forduljak. Ugye az antiszemitizmus elleni küzdelmet óhatják megfogalmazni. Azt mondja Orbán Viktor, hogy most az uniós választás az antiszemiták és a filoszemiták közötti küzdelemről fog szólni. Ekközben úgy gerjeszti a mindennapokban, hogy ez valami egészen elképesztő. Kés csoda, hogy ebben az országban lesz még ember, aki a normalitását meg tudja őrizni. Szóba került ebben, ami még nem engedtem el. Nem. Már a picsába ezt a izét, ezt a főhőst nem, már tényleg. Nem, arra úgy most nem. Mi van? Én promótnak kapunk százalékot a hírtévétől, vagy mi? Nem. Szóval ez benne lesz a 88, csak kijelentő mondat. Eddig nem látták csak 2000-en, de most meg fogják nézni. Szeretnék ennek egy kis keretet adni, lehet, hogy az elején kellett volna, se biztos. Hogy ugye onnan indulunk szerintem, hogy év végén a ellenzéki pártok elkezdtek egymás fele tendálni, és hogy ez nem tetszik a Fidesznek, és ezért azt találták ki, hogy ezzel a náci Jobbik mindenkit benáciz maga körül történettel kezdik el szétlőni ezt az együttműködést. Igen, nem csak amikor elborították ezt a követ, akkor az nem csak azokat találta el, akiket ők el akartak, hanem például mindjárt az elején elbukott a Olá Gellért nevű fiatalember a 888-nál, aztán ugye most legutóbb a Jákob Péterezéssel a Kemény Mag című műsor gárdáját küldte el az Echo TV, ami szerintem abszolút túlreakció volt. Ez egy nagyon béna vicc volt, és ezek a fiatal emberek, nem mondom én, szóval, hogy ők
egyáltalán nem antiszemiták, ez egy teljes őrület, hogy őket kirúgták. Jut eszembe, senki nem állt ki mellettük a kormány oldali médiába, tehát senki nem mondta azt, hogy ez egy kicsit túlzás volt, úgyhogy akkor én kiállok mellettük. Sőt, a Jakab nagy, is a követelt, hogy rúgják ki őket, ő is csak annyit kérdezett, hogy ezt lehet. Persze, úgyhogy szerintem ez egy baromi nagy túltolás volt az Echo TV vezetőitől, akik nyilván biztos, hogy saját maguk hozták meg ezt a döntést. De hát itt minden túltol, tehát ez a és akkor ugye utána ők elkezdték kiásni, vagy előásni a Jakab Péternek a régi történeteit, ő is mondott baromi nagy hülyeségeket. Így kerültél te is sorra, te is mondtál jó nagy hülyeségeket, szerintem ott azért volt egy pár. És például amikor arról beszéltél, hogy az izraeli magyar kettős kitűzővel érkező szoci képviselők, mint hazaárulók a parlamentben, akkor ennek utána néztem ennek, hogy is volt pontosan, és téged is megtaláltalak, de ott valakit még megtaláltam, ami meg azt mondta, hogy a Jobbik a magyarság legnagyobb tragédiájának nem az úgynevezett holokausztot, hanem a trianoni békediktátumot tartja. Az úgynevezett holokauszt, az már jó szerintem. Steiner Pál izraeli kitűzőjének szóvá tétel miatt már első országgyűlési felszólalásomban kikapcsolta a mikrofonomat az izraelita tagozattal is rendelkező KDNP házelnöke, így a házvezetés sem szíthatja az MSZP képviselője, akinek ugyanakkor inkább Izrael parlamentjében, a Knessetben lenne a helye. Na ki mondta ezt? Jó, már neked már mondtam. De nem, én mondtam. Nem. Dúró Dóra. Aki most meg a nagy Fidesz Living Stat, hogy ez nekem, mint külső szemlélő, most az egész olyan vagyok, mint a természetfotós egy picit, hogy úgy nézem, hogy ez a nagy hirtelen jött antiszemita küzdelem kiket fog még bedarálni. Itt ez az állandó túltolás, illetve ilyen gyors reagálás, tehát itt most piszok gyorsan kell szegény sajtó munkásoknak reagálni. Itt leginkább a kemény mag esetében, de amúgy is. Pillanatok alatt meg kell változtatni az irányvonalat, mint régen a Szovjetunióban. Tehát így, amikor lehozta a Pravda az új irányvonalat, akkor már mindenkinek az volt az irányvonal, sőt Orwelltől tudjuk, hogy már a múltban is az volt az irányvonaluk. Tehát az aznapi Pravda cikk az egyben a múltat is meghatározta. Szegény Kumbéla ott ült 1936-ba, 1937-ben, tök mindegy. És a Pravdából tudta meg, hogy ő rosszat ült reggel az Izvesztiában, mert ő még szitta azokat a rohadt szociáldemokratákat, és közben meg a Jesszusom Népfrontra léptünk fel, el is vitték a fenébe. Tehát most milyen érzés lehet ez? A csávók ezek úgy valószínűleg tényleg nem antiszemiták, csak ez a kulturális antiszemitizmusuk van, ebben a társaságban ezt így szokás. Jó ízőeket zsidózunk. Az még egyébként még rosszabb, mert akkor ez is egy megfelelési, hogy mondjam, ilyen kompetens akarok lenni. És akkor hirtelen jön a jideg, basszus, hát tudnom kellett volna, de hát már három napja nem vagyunk antiszemiták, most már mi filoszemiták vagyunk, hát rossz, elvétettük a lépést. És azonnal jön a retorzió, mindenki leváltható, senki sem, nincsenek itt már, hogy régi érdemek, meg hasonlók, ezek ilyen csereemberek. A csereemberek, azok megbízhatóan viselkednek. Baromi jó az analógia, amit mondtál egyébként, végül is az önkény természete diktálja azt, hogy az apparátust meg kell állatni. Igen, rotálni kell. Tehát ebben az értelemben naív vagy, Pista, mert őket nem azért rúgták ki. Én ezért lettem beválogatva a műsorban. Jó van, ezt nem mondom, mert hát nehéz néha, mikor az embernek a szemét kiverik dolgok, még nehéz elhinni. Én mondjuk valamelyest ismerve még emlékezve, meg ezek körül a fiúk közül is néhányat ismerve, az a helyzet, hogy bármit is csinál, mondjuk adott esetben megadja, azt nehezen fogják neki megbocsátani, hogy egyébként baromi sok esze van, és bármikor is lehet abszolút autonóm és szuverén. Tehát meg vagyok arról győződve, nem véletlenül rúgták ki őket másfél hónappal az esemény után, meg vagyok róla győződve, hogy ez egy ürügy volt. Úgy különben meg az ilyen politikának, az önkény politikájának vannak ilyen kurzus időszakai. Most, amikor egyébként a miniszterelnök itt szorítja meg a demokrácia intézményeit, és tovább halad az önkény után, sőt, mint azért a két választás után valószínűleg meg fogja lépni azt is, hogy akkor ő magából elnököt kreáljon, a nemzetközi politikában meg a látszatokat fönn kell tartani. És azt gondolják, hogy ezzel, hogy most ezeket a zavaros politikai eszméket, mert itt minden kutyulódik mindenkivel, egyfelől nem antiszemiták, miközben soros kampányt folytatnak, meg a gyűlölet kampányát folytatják, másfelől pedig egyébként űzik ezt a műfajt ilyen, igen rendesen és igen mívesen, abban bőven belefér, hogy időnként ilyen teátrális jelenetek vannak, és ilyen látványos kivégzések. Hát ugye a sztálini korszak az jó hosszú ideig tartott, tessék végig követni, voltak időszakok, amikor az üldözöttekből egyszer csak baromi
hősök lettek, majd a hősökből megint üldözöttek lettek. Ennek a politikának tudnék nincsenek elvi alapjai. Ezért elvi kérdés, hölgyeim és uraim, valójában. Az a kérdés, hogy a rendszer meddig marad föl. Engem sok baloldali ismerősöm szokott azért fikázni, meg bírálni, kritizálni, hogy általában, hogyha a NER-t megpróbálom leírni, akkor legalábbis történeti analógiaként mindig a sztálinizmussal írom le, és nem a fasizmussal, meg a nácizmussal. Úgy gondolom, hogy sokkal közelebb áll a hatalom technikájában egyébként ez a sztálinizmushoz. Az más, hogy használ a fasizmusból átvett ilyen díszítményeket, ezért posztmodern egyébként, marhára nincsenek elvei, ebben teljesen egyetértek. És ennek a fajta hatalomgyakorlásnak, ami itt megy, az egyik kulcskérdése az, hogy egyrészt megérteni azt a központi hatalomnak, hogy az apparátusban van az valódi hatalom forrása, tehát az apparátus működtetésével, másrészt viszont az apparátust soha nem hagyni a fejére nőni. Tehát ez egy állandó ilyen ingajáték, ilyen balanszjáték, abban, hogy az apparátus mennyire erősödik meg, túlerősödi a vezetőt, vagy a vezető kézben tudja tartani azt az apparátust, ami nélkül semmi. És ez nagyon-nagyon-nagyon idegesítő lehet ebben részt venni, és nagyon kínos, stresszes, igen. Még egy fél mondat egyébként, hogy a Csurka Istvánt az utolsó éveiben Orbán Viktor milyen szinten a hóna alá vette, vagy a szárnya alá vette, és aztán a Csurka... Nem, ezt egy képként képzeltem. Teljesen a régi önmagának ellentmondva és teljesen kifordulva Orbán Viktort nevezte a megmentőnek, és aztán már akkor szó se volt ugye arról, hogy mennyire antiszemita Csurka István vagy nem. Na akkor most beszéljünk egy kicsit a Főhős című műsorról, mert hogy... mert hogy az történt, azt a merényletet találtam ki, hogy 2 órával a műsor felvétel előtt, most délután van, mielőtt elindultam ide, utolsó pillanatban feltettem egy olyat a Facebookra, hogy ha már így a múltunkkal fogunk szembenézni, te is, meg én is még egyébként, az még hátra van, akkor már ha akarsz persze. Én miért nem? Mert neked mindig ez a zűrzavar van a múltadó is, hogy ugyanaz. Szóval, hogy akkor kérdezzenek tőlünk a nézőink, és kérdeztek. No. Na, azt mondja, Csintalan tudta-e, hogy valaha Pörzse ilyet mondott róla? A főhősbe bevágták azt, amikor Szarházinak nevezett Csintalant. Emlékszem, és? Ja, ezt tőled kezdik, hogy tudta-e? Azt sem mondott ilyet, és? Jó, hogy a néző kérdezi. Meg galambagyúnak engem. Tényleg? Az kreatíva. Amint, hogy na. Kreatíva. Szóval tudta. Szerintem én mind a kettőtöket neveztelek ilyesminek is, meg olyasminek is már életem során. És most itt ülünk. Ezek kívül még rengeteg ember. Ezt én már elmondtam egy párszor ezt a történetet, amikor rólad, amikor a nem tudom, hanyadik felvétel után ott a kávézás közben a stúdióban mondtad, hogy neked mennyire furcsa, meg egy befelemelő érzés is az, ahogy egyszer csak rájössz arra, hogy mondjuk el tudnám menni sörözni Konop Péterrel. Hogy ez megint ott az elejére megy vissza, hogy igen. Na, Börzse Sándortól kérdezem, hogy véleménye szerint van-e Magyarországon cigánybűnözés, és ha igen, a Jobbiknak mi az aktuális megoldási javaslata a témát illetően? Hát ez az a végét, azt ne válaszol meg. Ezt a Jobbiknak kéne megválaszolni. Van-e cigánybűnözés? Most erre válaszolnom kell? Fogalmam. Nem kell válaszolnod, csak kérdezi. Nem tudom. Ja. Azt mondja, lesz-e még műsor a mai adás után? Lesz. Ki hol volt 2006 őszén? Én az utcám. Kaptam a könyvgázt, a rendőrség kijött a lakásom, a tanyámra kijött, megjelentek úgy a tanyán, hogy még én sem nagyon találtam oda, annyira új volt, és egyszer csak megjelent a rendőrség, és tanúként behívtak, és kérdeztem a rendőröktől, hogy hát hogy találtak meg? És akkor mondták, hogy megkérdeztük a szomszédoktól. Mondom, milyen szomszédtól? Nem volt szomszéd se. Azt mondja, hát nem úgy a szomszédoktól, hanem benne a faluban. Mondom, a faluban kérdezték meg, hogy mondom, még én sem tudom halál pontosan, hogy kell idejönni. Tehát már akkor ez olyan tényező volt, hogy nyilván a cella információk alapján kijöttek. 2006 össze. Jobban jártam, mint a Dudajev, mert azt rakétával lőtték le a cella információk alapján. Igen. Hát én itt is ott is voltam. Voltam az utcán is, meg voltam otthon is sokat. Én otthon voltam. Persze nagy kérdés, hogy mind a két eseménynél, mert itt két esemény van, azért ezt ne felejtsük el, jó? Igen, igen. Tehát a TV-ostrom és a október 23-ai események között. Meg ott húzódott, Csanyi, az hosszabb volt, nem csak ez a két nap volt. Jó. Hát én most itt az extrém részére, ahol szerintem, amire nagyon érdemes azért is odafigyelni, különösképpen a laikusoknak,
mint én is, aki tévén követtem az eseményeket, mert ott voltak olyan, látható módon voltak olyan dramaturgiai elemek, tehát események egymás utánisága, vagy egyidejű események megtörténte, ami rengeteg kérdést vett föl, és a túl sok megválaszolatlan kérdésből azért egy dolog kijön, és ez csak dramaturgia, egy dolog kijön, nevezetesen az, hogy ott sokan babráltak ebben a szörnyű történetben. Sokan, sokféle szándékkal. Tehát nem fehér és nem fekete, és nem, hogy mondjam, tiszta kezűek az egyik oldalon, és koszos kezűek a másik oldalon, és jó szándékúak az egyik oldalon, és rossz szándékúak a másik oldalon, és ezek a kérdések nincsenek. Én dermedten ültem a tévé előtt, amikor szegény Csasszi elkezdett visítani, hogy itt a forradalom, hát mondtam, ennek elment az esze, de aztán, amikor a Csasszi megmentette, vagy a Hír TV megmentette annak a három embernek az életét, akik benn voltak a mi a fenében, a vízágyúban, akkor meg boldog voltam, hogy ott volt a televízió, mert ha a Hír TV akkor ott nincs, akkor ott biztos, hogy legalább három ember meghal, az a három, akit kimentettek a vízágyúból. Itt a kulcskérdés nem is ez, ez a kirobbantó esemény volt, hanem október 23-a, és visszakérdezek a nézőktől, tudja valaki, hogy Orbán Viktor hol volt október 23-án? Hát egy darabig a színpadon. Mert a mai nap, igen, csak akkor még nem robbantak ki az események. Tehát a mai napig nem tudjuk, hogy Orbán Viktor akkor, mint felelős politikus, hogy reagált, hol volt, csak mindenféle pletykák vannak róla. De ez miért fontos? Miért? De miért szerintem ez nagyon fontos. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ezt tudom, hogy így valami. Ez nagyon-nagyon fontos. Valami... Amikor ütötték a vona népét, akkor a vona odament, és odaállt, és megkérdezte a rendőröket, hogy miért ütik. És akkor elvitték őt is a rendőrök. És én szerintem Orbán Viktor, ha akkor megjelenik október 23-án, akkor egy csomó minden, egy csomó sérült nem lenne sérült, egy embernek nem lőtték volna ki a szemét, nem lett volna polgárháborús hangulat Budapesten. Ha akkor ő úgy viselkedik, én nekem ez a véleményem, biztos meg lehet cáfolni. Ezt már tisztáztuk, nem, hogy egy embernek lőtték végül is ki a szemét. Igen. Mert az annyi ember, az mindig előkerül. Ha már itt a kérdést föltetjük, akkor egy kérdést én is hogy tegyek föl. Jó. Legyen olyan szíves, magyarázzál nekem valaki egyszer, mint egy 3 éves gyereknek, hogy amikor a Kossuth térről kitolták az embereket az Alkotmány után keresztül. Aki ismeri a várost, az tudja, ugye, hogy ennek a dolognak a vége a Balcsi-Zsilinszky úton van, és a három irányba lehetett volna terelni a népeket. Egyfelől a nyugati fele, simán egyébként ott voltak rendőrök ott a útkereszteződésnél, nem történik semmi. Még a Podmanicki utca felé is lehetett volna. De vajon azt válaszolja meg nekem valaki, hogy mi értelme volt annak, hogy a rendőrök az Andrássy út felé terelték a népeket, ahol egyébként aznap nagy kiállítás volt ugye a nemzeti ünnep alkalmával végig az Andrássy úton. Arra volt a Dohány utcai zsinagóga, és van mai napig, és arra volt az Astoria, ahol az Orbán népet tüntetett. Azt magyarázza meg nekem, még egyszer mondom, én igyekeztem mindenkit megkérdezni, soha senki nem válaszolt, fontos embereket is kérdeztem, ilyenkor elfordították a tekintetüket és az égre néztek. Ez is egyfajta válasz. Az hát, tehát valaki magyarázza meg nekem. Na jó, de hát onnan indulunk, hogy levetették a rendőrökkel a sorszámukat, az azonosító számukat. 1968-ban történt először az, amikor a chicagói kormányzat megtámadták a rendőrök, hogy levették az azonosítót. Ez egyébként egy ilyen médiatörténeti esemény is volt, mert ez volt az, amikor először a sajtót verték szét a rendőrök, ez az egész világ figyel, az akkor született, úgyhogy ennek vannak kiváló előképei. Én egyébként ez akkor 88-nak tök jó alapanyag, vagy a főhős műsornak, bár azért őszintén remélem, én nem vagyok főhős. Én egy munkás mozgalom történeti konferenciáról jöttem éppen haza azon a napon, ahol egyébként a 20. század első felének ilyen társadalmi földrengéseiről szóltak az előadások, és megdöbbenve és némi kognitív disznanciával figyeltem. Hogy végre valami történik. Én nagyon-nagyon örültem a Gyurcsány kormányt, ezt soha nem rejtettem véka alá. Végre valami történik. Talán most ez megrázza ezt az egészet, és aztán ugyanakkor meg láttam, hogy hát azok a szimbólumok és azok a figurák kerülnek előtérbe, bár egy csomó ismerősöm kint volt egyébként, hogy én végül is ezért mégsem szedtem össze magam Kőbányán, hogy kimenjek, és úgy voltam vele, hogy figyelek. Egy kicsit máig is sajnálom egyébként, vagy egy szégyellem, mert soha nem az volt az önképem, hogy aki csak így sasolja az eseményeket, és így várja, hogy mi lesz, hogy akkor
ha tetszik neki, akkor bekapcsolódik. Az október 23-ait azt már egyértelműen megrendezettnek láttam. Tehát ott már ez a fajta ilyen érzés bennem nem volt meg, de az, hogy itt most valakiket nagyon palira vettek, és az nem a rendőrség, meg nem a hatalom, hanem a hatalom és a hatalom másik fele, az Orbán és társasága együtt, mármint a hatalom, azt úgy értem, az akkori kormány és az akkori úgymond ellenzék együtt vették palira azokat az embereket, akik ott törtek, zúztak, némileg, sőt nem is olyan nagyon némileg jogos elégedetlenségükben, bár tenném az, hogy az elégedetlenség mennyiség, ami most jogos lenne, az országot akkor szét kéne, hogy teljesen szedje, én remélem, hogy nem így fog történni, de hogy itt baromi fura érzés volt egyébként azt látni, hogy végre az emberek fellázadnak valami ellen, amit én tényleg elviselhetetlennek, bornírtnak, tolvajnak és pofátlannak tartottam, ez a Gyurcsány kormány volt. És azt még sokkal szarabb látni, hogy most viszont szinte semmi nincs, amikor egy sokkal bornírtabb, sokkal erkösebb, sokkal jobb tolvaj bagázs ül, jegyzem egyébként nem utolsó sorban a Gyurcsányok segítségével a hatalomban. Következő kérdés, az egy kicsit már szerintem válaszoltunk rá, de hát ha mégsem teljesen. Mikor fordult át az ellentét köztetek, mi váltotta ki? Hát beszéltünk az elején, hogy igen. De ez hülyeség, hogy nem fordult. Én például mondom, mert szerintem mi rengeteg dologban nem értünk egyet, erről más. Azok az ellentétek nem fordultak át. Azok az ellentétek meg ugye az elejétől kezdve, hiszen ezért volt a műsor, leütünk egymással. Tehát akkor mi fordult át? Bocsánat, látom azt, hogy mit tudom én a komment szekcióban. Túl sok az egyetértés. Hogy igen. Hát rohadt élet, erről nem mi tehetünk, hanem azok, akikről beszélünk. A túl sok egyetértésnek azért az az oka is, amiről ugye, ami miatt megy az állandó ez a kínlódás, hogy miért beszélünk állandóan a miniszterelnökről. Mert ő a kurva miniszterelnök. Azért, mert ő az egyetlen egy darab, aki most miniszterelnök, és egyébként a politika tartalmát, az, amit zajlik az országban, döntően meghatározza, ebből adódóan sokszor kell erről beszélni, és aki kritikával illeti ezt, azok esetében azért az egyetértés feltűnő lehet. Egészen más oldalról. Orbán Viktor a csillag börtönben az 574-es számú rab lesz, csak a történészek fognak róla beszélni, de egyelőre ő a miniszterelnök. Azt mondja, a G-nap után a Lánchíd Rádió hirtelen megvilágosodott, hát a Lánchíd Rádió alatt gondolom az egész média konglomerátort értjük. Amikor ilyen irányú kérdésekkel bombázták őket, az addigi hithűek simán letagadták. Csintalan Sándor, Pörzse Sándor és Dévény István voltak már itt is, ott is. Én csak itt is voltam, csak aztán az itt is elment. Mi kell ahhoz, hogy megvilágosodott legyen az ember, csak mert vagy 2 millió ember szemét fel kéne már nyitni? Tehát, hogy a mi sztorinkat kéne úgy látszik beadni. Én nem voltam itt is, ott is. Én mindig ugyanott voltam. Nem voltam itt is, ott is. Az más kérdés, hogy az itt nek akkora reménysugara a Fidesz volt, aztán amikor megvilágosodtam, akkor maradtam ugyanitt, csak akkor már láttam, hogy azt, amit én képviselek, az sokkal inkább, tehát nem hittem már Orbán Viktorban, Vona Gáborban hittem. És sajnos ehhez le kellett nyerni a Jobbiknak bizonyos számomra nem tetsző dolgait, annak ellenére, hogy én magam is mondtam olyanokat, amiket most már nem mondanék semmilyen körülmények között, és ezt megbántam. De nem, itt voltam mindig. Ennyi. Itt az egyszerű ember Ungváron, aki alatt mindig az országok változtak, de ők is akadt a lábát a városból. Sanyi? Nekem messze nincs olyan rossz véleményem különben a G-nap előtti Magyar Nemzetről, Lánchíd Rádióról, meg Hír TV-ről, mint amit egyébként szoktak volt itt mondani. Mondjuk az a szerencsés helyzet is volt, hogy azt megelőzően volt még 4 év ugye ellenzékben, és 2010 és 2014 között is történtek persze események, és a hatalom kezdett deformálódni egyre jobban, de a mi esetünkben az is hozzátartozik, hogy mi azzal, amit kialakult, és a G-nappal látványossá vált, azért zömünkben, nem a G-napon szembesültünk. Tehát azt azért ne felejtse el senki, hát biztos volt már az életében sok-sok változás a változások. Ha az ember benne van, ezeket a változásoknak vannak előzményei. És ezek az előzmények azért, hogy is mondjam, előkészítették mindannyiunkban, és sokunkban legalábbis, azt, hogy hát a fene se akart már, ha úgy tetszik, kormányzati propagandista lenni. Hát én nekem az életem egyik nagy szerencséje, hogy engem 2010-ben már levettek a képernyőről. Igaz, hogy akkoriban még mondjuk annak a menedzsmentnek éppen az volt a baja,
az egyik jeles képviselőjük, hagyd ne emlegessem a nevét, ugye, azzal szivatott, vagy próbált megszivatni, bár én a főnök embere voltam, úgyhogy nem ment ez nagyon nagyon neki, hogy miért vagyok én egy olyan Orbán hívő. Mert hogy a műsoromban sokat idéztem Orbánt. Mondjuk az is egy érdekes dolog, de hát mi benne voltunk, tehát figyeltünk, hogy kinek mi volt fontos az Orbán beszédéből. Na most rendszeresen mondjuk egy-egy Orbán beszédnél, ami aztán másnap megjelent a Magyar Nemzetben, időnként az is előfordult, hogy voltak mondatok, amelyek nem kerültek bele különben a nyomtatott verzióba, de az is tény ugyanakkor, hogy hát persze politikai beszédeknél az elemző is, meg a, ha úgy tűzik, a propagandista is, a maga szája ízének és nézőpontjának megfelelő elemeket igyekszik elővenni. Én nekem mindig nagyon fontosak voltak azok a mondatok, vagy azok a gondolatok, amelyek a demokratikus intézményrendszert retették a hangsúlyt, és kevésbé voltak fontosak azok, amikor mondjuk, mit tudom én, az akkori kormányt azzal fikázta, hogy magasak az energiaárak. És nekem mindig az volt a véleményem, hogy olyannal nem kampányolunk, ami egyébként visszahullhat a fejünkre. De ez csak egy példakedvéért mondom. Tehát nem a G nap után 48 órával, 24 órával változtunk meg. Ennek azért megvolt az általunk megélt előzménye, amit lehet, hogy a közvélemény nem érzékelt, de miután nekünk nem volt olyan drámai fordulat, így nem volt nagyon nehéz átállni. Nekem meg különösképpen sem, miután én hála az égnek megúsztam azt, hogy kormánypropagandistaként kellett volna az életemet élni, még minimális formában sem, mert nem volt műsoridőm. Én mostanában azzal szoktam szembesülni, hogy ilyen régi cikkeimet előszedik a lelkes YouTube nézők, meg Facebook kommentelők, és így berakják a megnyilvánulásaim alá, amit én nagyon élvezek egyébként, mert tök jó ezeket a régi cikkeket, és annyira rossz lett a Magyar Nemzet archívuma, hogy nem is lehet benne keresni, úgyhogy a múltkor írtam is valakinek, hogy ezt csinálja még, mert szeretném ezeket visszaolvasni, és hogy én pont arra emlékszem, hogy egy csomó ideig, Hú Péter, most fog be a füled, tök jó volt fideszesnek lenni, mert az ember azt hidd benne, hogy igaza van, hogy nekünk van igazunk. Tehát én nagyon lelkes, hát ősfideszesként tök lelkes voltam ebbe a történetbe. És amikor, hát aztán az ember egy picit elkezdett belátni a színfalak mögé, az nálam a közmédiában kezdődött, akkor már elkezdtek nem tetszeni a dolgok, ráadásul én egyébként Simicska elől menekültem. Csak mindig jött utánam és megvette azt a lapot, ahol én mentem. Tehát, hogy... Pistink üldözött is volt. Én üldözött voltam, igen. Simics Kalajos ugatott. Nekem meg van olyan barátom, sőt rokonom, akit te rúgták ki. Ájjaj. Egyre bonyolultabb a helyzet. Köszönjük a figyelmet. Igen. Hát igen, az a jó kis közmédiás történet, gondolom. Szóval, hogy mert ott minden karácsonykor van ilyen csoportos létszámleépítés, és sosem értettem, hogy minden karácsonykor kirúgnak sok embert, és én amikor oda csöppentem, akkor pont egy ilyen a legdurvább csoportos leépítésbe kellett részt vennem úgy, hogy elém tettek 250 nevet azzal, hogy ebből mondjuk hétfőre 70 maradhat. Már nem emlékszem pontosan az arányokra, úgyhogy senkit nem ismertem erről a népsorra. Az nem volt rossz, nagyon szerettem azt az időszakot. Nos. Most elvesztettem a fonalat. Hogy írtétek meg a kommentek, illetve a régi cikk. Ja, igen. És hogy egy csomó ideig tök jó volt fideszesnek lenni, és utána már nem volt annyira jó fideszesnek lenni. Például arra a vitára, arra majdnem teljesen jól emlékszem, amikor együtt voltunk az ATV-ben, hogy mennyire megkötötte az embert az, hogy nem beszélhet őszintén egy ilyen műsorban. Egyrészt azért benne volt az is, hogy ha mondjuk a média nagy része a Fideszt rúgdossa, akkor most én is kezdjem el rúgdosni a Fideszt, tehát az miért van? Tehát hogyha én azt szeretném, hogy a Fidesz minden hibájával együtt még mindig jobbnak tartom, mint az ellenkező politikai, vagy az ellentétes politikai erőt, akkor miért kezdjem el én is rúgdosni a Fideszt, hiszen én jobbnak tartom, mint a másik alternatív. Szóval ez volt a nagyon vicces ezekben a vitákban, hogy marha könnyű volt a másik oldalról, ha úgy tetszik, visszaélni ezzel a helyzettel, mert hát nyilvánvalóan az ember tudatában volt, hogy a másik nem mondhat azt, amit akar. Ezért nyilván valóan olyanokat kérdezett tőle, amivel belezavart abba, hogy még önmagával se legyen azonos, és ez baromira meglátszott. Volt akkor egy csomó ilyen vitott a Huth Gergellyel, meg hasonlókkal. Igen, te is eléggé nehezen álltad meg azt, hogy kritikus legyél, de nem lehettél kritikus. Megmondom őszintén, élvezetesek voltak az részemről ezek a viták, csak aztán nem igazán vezettek sehova. Ennyire szeretjük. Kicsit ilyen unalmasak voltak. Azért még én szeretném aláhúzni, hogy azért... Na bocs, a Sanyi az nem vitázott. Az olyan rutinja volt, hogy kész. Tudtam, hogy nekem van igazam, de nagyon frusztrált voltam. 2010 előtti időszak azért... Tehát az, hogy egy ellenzéki pozíció
egy ellenzéki helyzet az lélektanilag és dramaturgiailag is más. És nyilván más kihívások előtt van az ember, hiszen szintén az akkor aktuális hatalommal kapcsolatban kellett az embernek döntően mondani a magáért. Nekem egyetlen egy alkalommal sem, jó, a Szikszajot néha előadta, buffogott nekem, hogy mit mondok, de hát körülbelül leszartam. De érdektelen volt. Mondjuk én, nekem, hozzám se szólt senki akkor, amikor én a legkevésbé gondoltam, hogy mondjuk a TV ostrom az valami forradalmi esemény. Én akkor is azt mondtam a Hír TV-ben, csak hát ugye a Hír TV-t is, meg a Magyar Nemzetet is azért nagyon sokan úgy kritizálták, hogy nem nézték és nem olvasták. Én azt egy náci ellenforradalomnak gondoltam, Gyurcsányostól mindenestül, akit pont ugyanúgy nem fogadtam el, és vitattam, mint ahogy legalább annyira, mint te. Hát én emlékszem rá, azért a Gyurcsány hirdette meg annak idején, hogy a kóborkutyákat be kell fogni. Tehát ő sem volt, ha elszabadulhatott volna, vagy ha a gátlásai, vagy mit tudom én, mit tartották vissza, ő se bánt volna másképpen a sajtóval, mint ahogy most az Orbán megmeri tenni. Az Orbánnak ő bizonyos értelemben előképe volt, tetszik-e vagy nem tetszik. Na, szóval azt szerettem volna mondani, hogy azért egy elemzőnek, egy állampolgárnak és egy újságírónak, vagy bárkinek végül is az adott helyzetre kell reflektálni. Ne tőlem kérdezzék meg, hogy én hányszor fordultam, Orbán Viktort kérdezzék meg, és maguk döntsék el, hogy ezt lenyelik-e, mint szavazó. Eldöntjük. Drágáim és kedveseim. Viszont azt tök érdekes szerintem, amit arról mondtál, hogy te még, meg egyébként a generációd, vagy mit tudom én, egy csomó ideig hittétek azt, hogy igazatok van, és aztán ez az igazság, ez nem is az, hogy igazatok van, mert abban valószínűleg továbbra is hittetek, hogy alapvetően nektek igazatok volt, csak gyanúsá vált, hogy a valóság ezzel nem igazán korrelál. És azt hiszem egyébként annak a fajta látható őrségváltásnak, ami most akár a Fidesz médiájában, akár egyébként a hatalom, tényleg mondjuk a kultúra területén, amire utaltam, de egy csomó olyan helyen, amit nem elsődlegesen tekintenek stratégiai fontosságú lenyúló helynek, ott bizony ezek a csávók jönnek egyre inkább előtérbe, azokon ugye a stratégiai fontosokon ott mindig is az ő lenyúló szakembereik voltak, tehát az megint más kérdés, de hogy elnézem ezeket a valóban lecserélhető ilyen a Páti Bence, meg egy szegény Huth Gergely, meg mit tenni, és még az annál is fiatalabb generációt, ezeket a kemény magos csávokat, hát ezek már semmiben nem hisznek, én legalábbis úgy látom. Tehát kívülről tényleg úgy néz ki, hogy ezek elvileg bármikor megpróbálhatnának mások is lenni, teljesen mások, csak valószínűleg egyébként erodálják magukat. Tehát a Fidesz egyszer bukni fog, akkor ronda nagyot fog bukni, és igen, lehet, hogy egy csomó tehetséges, egyébként tehetséges, csak teljesen, hogy mondjam, morálisan kiüresedett csávó, az így nem fog találni magának állás, az nem fenyegetésnek szánom, én biztos semmiféle jövendő kormánnyal sem fogok egyetérteni, de igen, nálunk egy ilyen ingamozgás van. Nagyon fura. Nálam egy 2006 őszéig tartott a fideszes korszakom. Tehát én 2006 őszén döntöttem el, hogy na nekem, én biztos, hogy Orbán Viktor az nem. Akkor még nem volt Jobbik, vagy legalábbis olyan értelemben nem volt Jobbik, mint politikai alternatíva. De csodálom, hogy te akkor még utána lelkes tudtál lenni. Mert egyébként a Jobbikot, tehát a Jobbik tömegbázisát, a szavazó tömegbázisra gondolok, az én meglátásom szerint 2006 ősze teremtette meg. Az a szavazóbázist, igen. A szavazóbázist. De hát ugye az azt mondtam, nem? Hogy... Na jó, de szavazóbázist igen, de az az intellektuális, kulturális közeg, amelyik, előhívta, vagy a többekbázishoz eljutott, annak az alakulása nyilvánvalóan jóval messzebbre nyúlik vissza. Én, nekem volt szerencsém, különösen erős affinitás volt bennem figyelni ezeket a hungarista, újnyilas, ilyen-olyan izéket. A költészetétől a sajtóig, a nyomtatott verziókig bezárólag én olvastam a Magyar Jelent, figyeltem ezekre a kiadványokra, és a többi, és a többi. No, szóval tényleg az egy meglehetősen vad közeg volt, hogy ilyen finoman fogalmazzak. Én azért nem véletlenül kerültem abba a helyzetbe, hogy mondjuk most máshol nem is szólva, nekem két perem volt, két rágalmazási perem volt Budaházival és a Torockaival. Tehát ez benne volt a magyar társadalomban, és én baromi és rettenetes módon ki voltam attól is akadva, amikor annak idején, és ezt játszott ezzel a hatalom, már régen játszik, és nem csak a jobb oldal, hanem mondjuk a bal oldal is, amikor a Bácsfyi Annás történet volt, és a magyar kormány akkoriban, a kancellária miniszterrel az éjjel,
télen kivonult az utcára, és tüntetést szerveztek. És emlékszem rá, hát nekem egy csomó ismerősöm van, akik magyarok és Izraelben élnek, és akkor fölhívtak engem telefonon, és megkérdezték, hogy mi történt Magyarországon? Kitört a forradalom vagy lázadás? Már nincs eszköze a hatalomnak, a kancellária, a miniszter, a kormány tüntet az utcán, ahelyett, hogy egyébként tenné a dolgát. Szóval ezzel az egész szörnyűséggel, amit antiszemitizmusnak hívnak, meg antiszemitizmusként leírható, hogy mit művelt itt még az elmúlt 30 évben is az aktuális hatalom, és szándékosan fogalmazok így a mértékben, ami hozzájlik, aztán ez már mindennek az alja. Na de szóval azért ez tényleg egy szintiszta gyalázat. Na de már még egyet tegyünk hozzá, csak a történeti hűségkedvér, hogy a hazai értelmiség, jellemzően a zsidó származású értelmiség aztán erre rátett egy lapáttal. Tehát ők aztán szították szépen a gyűlöletet, ők is szították a gyűlöletet, ők is alápakoltak ennek a rétegnek rendesen. Úgyhogy Sanyi, mindenkinek megvan a maga felelősség. De ne haragudj, azért az áldozatot már ne kezdjük el. Nem voltak áldozat, a kor kegyeltjei voltak. Én most az SZDSZ-ráról beszélek, Sanyi. És egyébként az SZDSZ-t is ebből a dologból vegyük már abban, akkor mondjuk már ki az igazságot, hogy az első pillanattól kezdve az SZDSZ-t, mint ahogy a Sorost is, a zsidó szinonimájaként használta a magyar politika. A bal oldalon is, meg a jobb oldalon is. Mert azért az nem véletlen, és nem akarok nagyon messzire minden, végül is azért a magyar polgárosodás zsákutcája egyenek mellett azért is jött rétre, mert 600 ezer polgárt most szándékosan ebben az értelemben fogalmazott, fogták magukat és beküldték a gázba. Hát azért már nehogy azt tegyük fel, hogy persze, hogy lehet hiszni, az áldozat különösképpen lehet hisztérikus. Az áldozatnak vannak posztraumás stresszei, el szeretném mondani, ha nem tudnád. Ez ilyen van. És azért ne felejtsük el, hogy igazából nagyon kevesen gondolták 89-90 után, hogy lesz még olyan, hogy fasizmus. Tehát azért az egy ilyen, 45 utáni európai konszenzusnak tűnt, amire egyébként részben az Európai Unió is épült, ezt azért elfelejtjük, hogy tényleg a soha többet Auschwitz gondolat volt az, ami az Európai Unió egyik fundamentum, ezt meg lehet nézni az alapító iratokban és az alapító ülésekben. Én például teljesen meg voltam lepődve azon, hogy olyan a 90-es évek elején Árpád-sávos zászlók feltűnnek, mert emlékezünk, milyen dolgok kifütyülték Göncz Árpádot. Ez volt az első, hát ma már ez milyen semminek tűnik. Micsoda botrány lett belőle, és persze, hogy botrány lett belőle, mert valahogy mindenki azt hitte, hogy lehet, hogy rengeteg minden lesz, iszonyú dolgok lesznek, na de ez már nem fog visszajönni, és azért bizony, hát te sem mondhatod, hogy bizonyos értelem, mert nem jött vissza szimbolikájában, nem jött vissza különféle szervezetében, nem jött vissza, jött csurka tanulmány, jött ott egy csomó minden, amire mindenki azt hitte, én is, aki akkor viszonylag fiatal voltam, de nálam idősebb. Kicsi, hogy ez már valahogy rég el van felejtve, ezt már egyszer leírtuk. Hát aztán kiderült, hogy nem írtuk le. Azt, hogy az SZDSZ, egyébként az baromi fontos, hogy az SZDSZ-el szembeni, az SZDSZ egy párt volt a sok közül. Egy rendszerváltó párt a sok közül. Az irracionális gyűlölet, ami egyébként részben baloldalról, nem utolsósorban baloldalról, és a jobboldalról támadja, az bizony alapvetően, én nem szeretem ezt a strukturális antiszemitizmus kifejezést, de bizony annak a kifejeződés egy kicsit erre a népi urbánus dologra is megy, amire most az Orbánnak gumicsizmájával rájátszik. Fölmentitek a szereplőket, fölmentitek az SZDSZ szereplőit, fölmentitek az SZDSZ csapat összes futballistáját. De különösen nem mentem föl, én azt mondom, hogy olyan volt, mint a többi. A bajnokságot hibáztatjátok, ahelyett, hogy a magának a csapatnak a játékosait vennétek elő. De miért gondolod, hogy pont ők, én egyiket sem kedvelem, de miért gondolod, hogy pont az SZDSZ, hogy pont ők voltak az ősgonoszok. Hadd szálljak be én is, mert úgyis felvetettétek, hogy én, meg hogy csodálat, 2006 után én, meg hogy a mi első generációs vagy, hogy azért ebben az is benne van ebben a mi történetünkben, bár mások nevében nem beszélek, szóval az én történetemben, hogy végigéltük azt a média egyensúlytalanságot, amikor semmi nem volt. Tehát, mintha napalmal végig megküldték volna az országot, legalábbis a jobboldali média rész. Nem volt jobboldali média. Tehát én meg, mint ő is fideszes, én a jobboldali média, nem létező jobboldali médiába akartam dolgozni mindenáron. És mi végigharcoltuk ezt az egészet, amikor egy darab úgy, ahogy összetákolt napilap van, amikor nagy nehezen lesz egy hírtévé, amit nem most vették vissza, mert ugye ezt már egyszer Borukaiéktól elvették azok, akik most visszavették valakitől. Én annak alapítója voltam. Szóval ezt az igazság napját ezt hagyjuk. És ezeket mi végig küzdöttük meg, és hogy én értem a Sanyinak a felhorgadását, mert hogy valóban
elég hülye érzés volt jobboldali szereplőnek vagy újságírónak lenni abban a közegben, amikor hát maga a létezésed és a jobboldaliságod már valami náci gyanút hordoz magában, de így éltük meg, és így volt, és így volt, és az embernek tele van egy csomó ilyen izével. Ez a mostani, és ha ezt letagadjuk, akkor a mostani fideszes kultúrharcot semmilyen szinten nem fogjuk megérteni, hogy honnan jön, és mit akar, és mi az alapja, és mi hajtja, mi a felhajtója. Bocsáss meg, én akkor a 30-as évem elején voltam, és benne voltam ebben a politikai szisztémában. Azért a hatalom annak idején igyekezett, és gyakorolt is gesztust, még ha amnéziátok is van. Nem volt. Én annak idején egy dolgot tettem ígéretet, ez később be is változott, hogy csináltam egy jobboldali gyereket. Tudod, tehát nekem van egy jobboldali gyerekem. Tehát amikor, ami nem volt, baromi komoly erő, pénzeket toltunk bele, nem az volt, hogy és én egyébben nyakig benne voltam. És ugye az egész médiatörvény, ami megszületett a Jánosi Gyurinak a gründolásával, egy nem létező, akkor még, hogy mondjam neked, produkcióiban nem létező jobboldali sajtót vélelmezett, és úgy lett összehozva, mert akkor még a Fidesz sem volt olyan rettenetesen jobboldali, úgy lett összehozva egy olyan fajta struktúra, amiben beleférte, nem volt vele ellenséges, nem akarta megfojtani, nem akarta kiszorítani, arról most nem beszélve, hogy szóba állt veled. Tehát okay. Én ezt mind megértem. Az egésznek a hangulata. Ezt mind megértem, de egyébként nem ment fel semmi alól ez az egyik dolog. Egyébként is. Azt azért már szögezzük le. Itt a Fidesz kapcsán ezt sokszor el szokták mondani, és állandóan visszaköszön, hogy na de mit csináltak a Gyurcsányék? És hogy mit csináltak a Gyurcsányék? Igen. És mit csináltunk, hölgyeim és uraim, közösen? Elzavartuk Gyurcsányékat. Mivel nyert a Fidesz? Azzal, hogy más lesz. Nem az lesz, amit csinálta a Gyurcsány korszak élén a Gyurcsánnyal. Ezzel, hogy mondjuk az egy gané politika volt, most felmentést kapunk arra, hogy egyébként azt csinálunk, amit akarunk, és még nagyobb ganék leszünk, mint ők voltak? Már bocsika Pista. Hát ezt ki mondta? De csak úgy mondom. Na jó, Gyurcsány... bocsika Pista, az a Gyurcsány... hát ez arra, hogy és akkor most akkor értsen meg, hogy most akkor a bosszú vágy az most egyébként. Nem hittem a bosszú vágyról volt szó, hanem egyébként én értem, hogy mondasz, és tényleg nekem volt egy pár, nem túl sok, de voltak olyan mondjuk jobboldali ismerőseim, akik ilyen kultúrjobboldaliak voltak, és egyébként gyakran visszatérő, ez inkább a 90-es évek, gyakran visszatérő része volt az a beszélgetésnek, hogy á, de ezt nem mondom, mondták, mert úgyis le fogsz nácizni. Mondtam, hát akkor mondjad, és akkor majd kiderül, és akkor mondtak valamit, és mondtam, hát miért náciználak le, ez nem van. Ebben semmi náci, nincs, a nácinak van egy határozott meghatározottsága. Szóval azért egyrészt benne volt az, hogy valóban a náci jelző, az finoman egyszerűen el lett koptatva, mert alkalmazták sok mindenre, de ugyanakkor volt egy ilyen, nem szoktak minket kisipolni, bazd meg Wakanda létrádat effektus is, a jobboldali ismerőseimben, hogy ez úgyis le fog nácizni, ha azt mondom, amit. Tehát így szépen azért meg, ugyanaz az ellentét, ami egyébként nagyon hosszú ideig megvolt, az, a hatalom meg mindig igyekezte ezt kiaknázni. Volt ennek tényleg abban az értelemben egy ilyen lélektani sajátossága a kezdetektől fogva, hogy aki egyébként politikailag a másikkal nem értett egyet, az nem áll fel a szóba. Tehát mondjuk én azzal együtt is, hogy azt gondolom, hogy az SZDSZ-t a zsidó szinonimikaként használták, én is azok közé tartoztam, akivel egyetlen egy esetben álltak szóba akkor, amikor az Ukmund Tamást átoltam, hogy legyen privatizációs miniszter, és hosszú tömött csarokban jöttek az SZDSZ-es képviselők, meg a nagyfiú voltam, hogy nehogy már, az az én művem, igen, a miniszterelnök ott sem volt, nem mert eljönni, méltóztatott reszketni bent a parlamentben az irodájában, hogy hát az mégiscsak milyen dolog, hogy a zsidó lesz a privatizációs miniszter. Tehát az, hogy egyébként a politikai riválisok Magyarországon diskurzusképtelnek, ez már a kezdetektől így volt egyébként. A sajtó ezt nem vette át abban a mértékben. A másik dolog talán azért, hadd tegyem hozzá, mondjuk ilyen, a reformszocialista, reformkommunista nézőpontból, hogy nekem mondjuk például azért voltam bizonyos értelemben erősen Tamás, mert mondjuk az úgynevezett jobb középnek a túlnyomó többsége, hát én azért nevekről tudok beszélni, személyes élményeim vannak, azok körülbelül azok a közül a nagyon nívó személyek körül kerültek ki, amilyen én mondjuk a Bencsik Avanzsár. Tehát amikor én néztem öregem, hogy a volt Kiszes meg pártállami meg nomenklatúra főnökeim meg ezek meg azok meg amazok, egyébként mentek a hogy hívjákba, és itt néztem a hátukat, és komcsisztak, mint az állat, hát ne haragudjatok, már az a jobb oldal, amelyik Boros Péterrel fémjelzi magát, az mondjuk egy, az egy jobb oldalként értelmezhető. Figyelj, nekem volt olyan tanulmányom, ráadásul történeti
tanulmány, ami a tanácsköztársaság egy aspektusáról szólt, amiért ugyanazon a napon lefasisztáztak egy sztálinista honlapon, és lenáciztak valamelyik jobboldali honlapon. A lényeg ugyanazért a gondolatmenetért, én erre tök büszke voltam. Szerintem ez jó. Nincs, úgyhogy viccessel nem készültem. Jaj, azt írtam ide magamnak, az szerintem az vicces, hogy a Sargentini jelentésben, amikor a Magyarországon acsarkodó nácikról van szó, akkor a kormány ugye ezen kiakadt. És ugye amikor visszadobta a Sargentini jelentést, ezt annyira büszke vagyok, hogy ilyen hollandosan tudom mondani, akkor az egyik ilyen nagy visszatámadási felület pont az volt, hogy Magyarországon nincs antiszemitizmus, ahhoz képest eltelt mondjuk. Na de igény volt rá, mint látjuk. Mennyi? Egy hónap, két hónap? Jó. És akárhova nézzünk, mindenütt antiszemiták. Sőt, még magas Lobó is megváltoztatta a véleményét. És március 23-át nem meséled, hogy mi lesz március 23-án? Hát kötött fogás extra, de alig van jegy. Nem baj. De azért, mert sokan várnak, és nem akarok hamis illúziókat kelteni sok esetleg, akik most szeretnének elni. Majd elmesélek. A március 23-án lesz, hogy hívják, kötött fogás extra. Hidd el, hogy az, hogy sokan vannak el, az alapvetően bizonyos értelemben terem nagyság kérdése. Másodszorban pedig... Nem a zsömre kicsi, nem a pofátoknak. Másodszor meg az sem baj, hogyha arról tudunk számot adni, hogy már nincs egy hölgyeim és uraim, és a legközelebb éppen ezért valami nagyobb helységbe fogunk menni, bár a magvető kafé tényleg baromi jó. Én csak azt szeretném, érjük már, hogy maradjanak a pult mögött ott, és legyen bor meg sör. Aha, ez az a rész, aminek már nem kellett volna benne, hogy benne legyen a műsorban. Én beszéltem a kocsmasztorról. Köszönjük a figyelmet, és jövő héten is leszünk.